Sokkolóképpen zárta egyperces kisfilmjét az idei Forgassa Földért filmkészítő játék magyar nagydíjasa. A 2004-ben indult megmérettetés, az évek alatt nemzetközivé nőtte ki magát, így a 2021-es versenyre a Föld minden kontinenséről neveztek. Kindl Gábor a játék kitalálója elmondta, idén közel 200-an forgatták le 24 óra alatt egyperces, figyelemfelkeltő kisfilmjüket a környezetvédelem témájában. A program művészeti vezetője Karl Bárdos, a New York-i egyetemen tanító, magyar származású professzor, felhívta a szakma figyelmét a 17 éve folyó játékra. Mobiltelefonfilmes, úgynevezett világsereg szemlének szintén a művészeti vezetője lett az elmúlt években, és úgy gondolta, hogy az idei filmtermés az alkalmas arra, hogy a mobiltelefonnal készült filmek az idei év talán legnagyobb filmes eseményére, a Cannes Fesztiválra elkerüljenek. Így a játék most még nagyobb figyelmet kap. Itt azonban nem a filmeket minősítik vagy díjazzák, hanem magát a megmérettetést mutatják be a filmes világnak, hogy minél többen megismerhessék ezt a különleges játékot, és a következő években akár megduplázódjon a résztvevők száma. Maga a játék különlegessége miatt azonnal elfogadták a filmfesztivál szervezői és a Forgassa Földért filmjeit, mert különleges a dolog az, hogy a világot összekapcsolt 24 órára is filmeket csináltok, és azt együtt lélegezve nézi megint meg a világ, azért ez egy különleges élmény. A mobiltelefonokkal készült 11 alkotást július 13-án Cannes-ban a fesztivál egyik központi helyén mutatják be az egyik díjesélyes nagyjátékfilm előtt.